Orbán Viktor tárgyalást ígért a vasas vezetőinek az új foci stadion érdekében, a kormányfő nyilatkozata pedig ráirányította a figyelmet a piros -kék klubra, amelynek kirakatában ott a női de a vívás, Fábiáné, Kajakosai és Hosszú Katinka. A férfi pólósok most inkább nevelnek, mint dobogóznak. Markovics László elnök a Vasas Aktualitásokról, ő a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, most mit tekinthetünk a Vasas-Zászlós hajójának? Mondhatjuk a női röplabda, azokat itt azért soroltam, mondjuk, mm -hmm. mondjuk akkor vegyük csak a, a csapatjátékokat. Egyenből. Hát a női röplabda, mm -hmm. abszolút, nem régen nyertük meg Zsinórban negyedszer és a Magyar Kupát. Most bajnokságot kell nyerni. És a, a bajnokságban is abszolút reális esélyünk van arra, hogy ismét győzzünk. Mi van a női kézilabdázal valami, ugye a Vasasnál egy hatalmas tradícióval bír, Varga Márta a csapat a legutóbb a Gödeleni vereséggel bukhatja a feljutást, Fontos cél és elvárása a Vasasnál viszonylag hamar már egy élvonalbeli kézilabda csapat. Abszolút, már tavaly is az volt a cél, hogy visszajussunk az első osztályban, idén is az a cél, így igaz, én is ott voltam Gödön, sajnos két góllal kikaptunk, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, kicsit hullámzó volt a teljesítmény, a lányok mindent megtettek annak érdekében, hogy, hogy sikeresen vegyük ezt az akadályt, így van, ahogy te mondod, hogy azáltal, hogy kikaptunk, egy kicsit távolabb kerültünk attól, hogy, hogy visszajussunk most az első osztályba. De a lényeg az, hogy szeretne nb 1 női kézadatolósos. Abszolút, abszolút. Ugye a tegnap nagyjai a férfi pólósok voltak, de hát ott az ő szurkolóiknak sajnos mi már tartósan meg kell elégedni egy olyan középcsapati státussal, ami inkább fiatalokra építve neveléssel, nevelő egyesületi helyzetbe kerül. Nem fér el az OSC mellett még egy nagy költségvetésű főváros? most? Hát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem. Uh -huh. Ö, én abszolút nem Ö, szomorkodom olyan tekintetben, hogy az itt az elmúlt tíz évben mi összegyertünk Magyar bajnokságot, egyszer voltunk ezüstérmesek, kétszer játszottunk a Final Forban. tehát most jelen pillanatban másnak jut az a szerep, hogy hogy a csúcson legyen. A vasas vízilabda mindig ott lesz a, a, a top közelében, független attól, hogy most jelen pillanatban, hogy te is mondtad, egy középcsapat. Építjük a jövőt, és én szerintem remélhetőleg újra csatlakoznak majd a szponzorok, és újra lehet ugyanolyan. Tehát mondjuk azt most is ígérni a szurkolóknak, hogy azért a következő öt évvel látnak dobogós vasas. Én, én úgy gondolom, hogy 10-12 évvel ezelőtt azt kérdezték tőlem, hogy mikor lesz bajnok vízilabda csapat a vasasnak, mert mindig másodikok voltunk. És mondtam, hogy várjuk ki a, a dolgot, és biztos vagyok benne, hogy újra lesz aranyérme csapat a, a Vasasnak, lett is, most meg úgy gondolom, hogy majd megint eljön a mi időnk. Na most korábban azt javasoltad, hogy, a, hogy néhány labdajáték esetében a fővárosi klubok szakosztálynak érdemes lenne elgondolkodni erőegyesítésen, bizonyos fúziókon, és hát elosztani a, a lehetőséget egymás között. Ez, ez akkor teljesen süket-fülekre talált, és azóta is, tehát mindenki védi a maga kis bázisát, és ebből nem lesz, Soha semmi. Én úgy gondolom, hogy azóta, miatt a kormány ilyen mértékben hozzájárul a kiemelt fővárosi egyesületeknek a működéséhez, ezt most úgy tűnik, hogy elnapoltuk ezt a kérdést, mindenki megpróbál saját maga boldogulni azokkal a forrásokkal, amiket elő tud teremteni. Az állami támogatás az lehetővé tette, hogy az alapfeladatait ezek a kiemelt fővárosi egyesületek kiválóan el tudják látni. Az, hogy egy, főleg a csapatsportágban az elithez tudjunk tartozni, ahhoz már további szponzorációra van szükség, ami a esetünkben például a női röplabdánál megvan, de a női kézilabdánál, férfi vízilabdánál pedig most Jelenleg nincs meg. Bensége. Tehát én úgy gondolom, hogy, 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 ezt el kell tudni fogadni, és azon kell dolgozni, hogy, hogy tartsunk egy bizonyos szintet, és amikor újabb és újabb szponzorok esetleg megjelennek, akkor mi ugrásra készen álljunk ahhoz, hogy ismét ezekben a csapatsportákban is az elithez tartozhassunk. A nagy egyéni sportáknál, olimpiai, tradicionális olimpiai sportágoknál, úgy, ahogy az Újpest vagy az MTK, a Vasas is belehúzott, nagy neveket gyűjtött maga köré, bővítette a szakosztályait ebben, további nagy nevek igazolására, ugye Fábiánné csapata, vagy hosszú katinka, vagy utaltunk rá, van-e ilyen növekedési tervetek? Én úgy gondolom, hogy most már az olimpiai kvalifikációs évét éljük, jövőre Rióban olimpia van, tehát én szerintem most már az átigazolások azok, 20 20 hogy 2016 uh -huh. után Igen, 2016 után ismét gondolom, hogy elindul majd egy, egy átlagazási időszak, és akkor lehet, hogy sportolók elmennek, vagyis, vagy esetleg jönnek majd hozzánk, de most minden, mindannyian a, az olimpiára koncentrálunk, és ez nem csak vasas érdek, hanem az ország érdeke, hogy minél több olimpikont juttassunk ki az olimpiára, és ott minél jobb eredményeket érjünk el. Egyébként hosszú a márka védjegyével ettől az új úszóműhelytől azt kapta, és azt kapta a vasas, amire számított? Hát én úgy gondolom, hogy óriási büszkeség, hogy katinka hozzánk tartozik, a világ legjobb úszójává választották, tehát én úgy gondolom, hát a hogy. A világ legjobb, legjobb úszója vasasos. Megint? Igen, igen, természetesen ez elsősorban neki köszönhető, tehát abszolút nem azt szeretném azzal sugalni, hogy a kizárólag a, a vasasnak köszönhető, hogy ilyen eredményes, ez elsősorban neki megedzőjének, de természetesen mi büszkék vagyunk, hogy vasasok színekbe írja ezeket a kiváló teljesítményeket. Mielőtt a focistadionról beszélnénk, van itt azonban egy másik kérdés, amit ha már úszoda, katinka és pólócsapat, mikor lesz a vasasnak saját úszodája? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az a miniszterelnöki találkozó, ami remélhetőleg, hogy hamarosan megtörténik, tudok miniszterelnök urral találkozni, és tudunk beszélni mindazokról a fejlesztésekről, amelyeket a Vasas 2020-ig szeretne megvalósítani. És itt nem csak az Ilovszki stadion felújításáról vagy újjáépítéséről beszélünk, hanem a kézilabdacsarnok megújítása, a röplabdacsarnoknak a korszerűsítéséről, vagy esetlegesen olyan további létesítmény létesítményfejlesztéséről, mint mondjuk egy úszoda megépítése. Az, 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 fontos lenne? Tehát ez... A... Én úgy gondolom, hogy egy saját úszoda, vagy egy saját, tehát egy, egy akkor tud kiemelten eredményes lenni, hogyha saját otthona van ez most már tapasztalat. Igaz, hogy a Vasas tudott úgy bajnok lenni, hogy mi a Komjádi úszodában voltunk, és bérelt mint használtunk, de, de, úgy gondolom, hogy a Vasas megérdemelni a saját uszodát. De ezt is nézzük meg, hogy, hogy milyen keretekkel rendelkezik a kormány. Mi azt is el tudnánk fogadni, hogyha a megújuló Dagály úszodában a Vasas otthont, otthon biztosítanak számunkra, számunkra, tehát a vízilabda és az úszakosztály számára. Tehát nem feltétlenül fogunk harcolni az, hogy saját uszodánk legyen, természetesen az, az egy óriási dolog lenne, de itt azért vannak más alternatívák is. De hogy itt lássuk a nagyságrendeket, most ha épülne egy saját úszoda, vagy mondjuk itt van az Ilovski stadion, amely újjáépül, átalakul, illetve egy új stadion fog épülni. E, milyen, tehát ha kettőt összevegyük, egy új úszodát felhúzni, meg ezt az Ilovski stadiont felépíteni, összegbe, mekkora a különbség? Hát egy stadion megépítése, én. Ez gondolom, a hogy az, 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 az drágább? Hát, igen, igen, ez ez is az, igen. Én mondom, várjuk meg a miniszterelnöki találkozót, ott meg fogjuk kapni azt az összeget, azt a keretösszeget, amit 2020-ig a vasas felhasználhat. Arra, hogy ezeket az állami ingatlanok is, itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem vasas tulajdonba fognak épülni, hanem ez a magyar állam tulajdonába fog épülni, akár az uszoda, vagy a stadion, vagy a kézilabdacsarnok. Tehát várjuk meg ezt a keretet is utána, értelemszerűen miniszterelnök úrral közösen és munkatársaival közösen el fogjuk dönteni, hogy, hogy mire Na, most ez azért az az érdekes kérdés, mert a Vasasnál vannak kész tervek a stadionra, és, van, és hogy amikor még korábban beszélgettünk, akkor is azt mondtad, hogy az új tulajdonos arra is hajlandó lenne, hogy esetleg hozzátezjenek magánpénzt is, hogy megfelelő méretű legyen az a stadion. Most a miniszterelnökkel találkozva a Vasas mit kér, mit szeretne, mekkora stadiont, és ez körülbelül mennyibe kerülne, tehát hogy milyen igényei vannak a Vasasnak. Hát, először is megint, és fogok erre is válaszolni. Jelen pillanatban két jogerős építés engedélye rendelkezik. Ez most már közel két éve a meglévő és régi kézilabdacsarnoknak a felújításánál rendelkezünk jogerős engedéllyel, és a Vasas Kubal Akadémia öltöző épületére is jogerős építésengedéllyel rendelkezünk. Tehát magyarul mi már közel másfél-két éve készek vagyunk arra, hogyha a források megjelennek, akkor ezt a két beruházást úgymond azonnal el tudjuk indítani. A stadionnal kapcsolatban tavaly, ez is most már hosszú... mert, hogy bocsánat, mert hogy ott az utánpótlásnál és nem az infrastruktúrás körülményeken javítani kell, az biztos. Mert... Egyértelmű, de azért azt se felejtsük el, hogy mi 2000 8 ban felújítottuk a labdarág edzőcentrumunkat, sőt, kialakult egy új edzőcentrum, amely most már eltelt 7 év, a 7 év során, hát, amortizálva hát amortizálódott, le, De ez hát, Nem tudom, az a e, pályat. De ez egy, szerintem ez egy természetes dolog, hogy 6-7-8 év után el, eljut egy sportlétesítmény, ami ilyen mértékben van használva, és hát ez az örömteli dolog, hogy. Na, hogy szóval azt fel kell újítani. Igen, az és az azt fel kell újítani, uh -huh. és ebben a keretben, amit majd uh, még egyszer hangsúlyozom, Miniszterelnök úrral történt találkozó után fogunk tudni, hogy milyen kerettel rendelkezünk, ebből a keretből lehet az edzőcentrumot is, vagy maga az öltöző épületet felújítani és természetesen ez prioritás a klubon belül, tehát nem csak stadionban gondolkodunk, hanem mindazon létesítményekben, amely a többi sportágunkat is kiszolgálja. A stadiont illetően, csak a stadiont illetően a nyáron elkezdik bontani, azt már most lehet tudni, ki lehet mondani? Ö, ö, szerintem nem. Nem. Ö, nem. A realitás az az, hogy amikor a kormány ezt a döntést meg fogja hozni, hogy ennyi és ennyi forrására rendelkezésünkre, akkor az építési engedélyi folyamat el tud indulni, utána ez közbeszerzés alá fog esni, hogy ki lesz majd a kivitelező, tehát én úgy gondolom, hogy a kormány határozat után szerintem egy 8 kvázi tíz hónap szükséges arra, hogy, hogy elinduljon a stadion. fogják ezt lehet Én úgy gondolom, hát. hogy igen, sőt figyelembe kell venni azt is, hogy az első csapatnak mi a, mi a legjobb megoldás, tehát szerintem szezon közben a csapatot esetleg máshova vinni az nem biztos, hogy szenecsés, de ezt is majd Jánbor Őrékkal természetesen egyeztetni fogjuk. Azért is alakult az Ilovski team, amelynek Jánbor úr is tagja, mint főfinanszírozó, dr. Gencven Ferenc, aki én úgy gondolom, hogy a legtöbbet tett annak érdekében, hogy Rudi bácsi emlékének a megérzésért, ott van Radu Jóska bácsi, aki a labdarúgó legendáinkat képviseli, ő a tiszteletbeli elnöke jelenleg a klubnak, ott van a szurkolói klub, tehát, tehát mindenki, minden érintett képviseli magát ebben a csoportban, pont azért, mert ez a vasas családnak épül, és én nagyon-nagyon szeretném az, hogyha mindenki magáénak érezni ezt a stadiont, és mindenki... Mekkora stadiont szeretne kér a e, vasas család? E, nem fogok számot mondani, mert ahogy számot mondok, utána rögtön másnap már no, van, minél... olyan szurkol, lennek, van olyan szurkoló, aki örül ennek, van olyan szurkoló, hogy nem mi, De milyen, én úgy milyen gondolom, hogy hasonló lehet kisebb. Hasonló méretű lehet, mint az mtk stadion. Uh -huh. És én úgy gondolom, hogy, hogy ami már miniszterelnök úr részéről megfogalmazódott, hogy ő azt szeretné, hogy ez egy körbe zárt stadion lenne, mert eleinte abban gondolkodtunk, hogy valószínűleg a források csak arra lesznek elegendőek, hogy a két hosszanti lelátót újítsuk föl, de úgy tűnik, hogy be tudjuk zárni, tehát ez az igény. És hogyha ha be tudjuk zárni a stadiont, akkor biztos, hogy egy 5000-es stadion meg fog tudni épülni, ami még nagyon fontos, hogy szeretnénk úgy elhelyezni az új stadiont, hogy egy új füves edzőpálya is kialakításra kerüljön, mert a stadionnak a felújítása is fontos, de úgy gondolom, hogy az edzőpályáknak a kialakítása az hasonlóan fontos a ebben a kérdésben. A Én úgy gondolom, hogy, hogy március 16-án lesz 104 éves a vasas és abban lesz egy hosszú interjú velem. Én arra ki fogok térni, ez a műsor nem elegendő ahhoz, hogy kibeszéljük azt, hogy szerintem ez egy tévhit, hogy a miniszterelnök óra a vasast nem szereti. Az is egy tévhit, hogy a vasasportklub egy kommunista klub. Természetesen van egy baloldali gyökere, amit kvázi büszkén úgymond vállal a klub, hiszen annó munkás emberek hozták uh -huh. létre a Vasas Sportklubot, de 2015-ben már arról beszélni, hogy jobboldali vagy baloldali klub vagyunk, ez szerintem egy, egy butaság. Nálunk ugyanúgy a jobboldali szemléletű emberek helyet kapnak, mint a baloldali szemléletűek, ilyen vallások, olyan vallások, a Vasas család nyitva áll mindenki előtt, egy célunk van, hogy a vasas sikeres legyen, és és nem az a célunk, hogy hogy kb. egy olyan közösséget alakítsunk ki, ahol csak valakiket tudunk elfogadni. Ez na nem hát, a vasas. Na, hát így, így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.